nézek rá.
gazdájának mi a neve? Kinizsi Pál. Testvére a Kinizsi Várnak. Nem, de hogy is, a gazdája. Akkor a póni és a vár testvére. Nem, a Kinizsi Pál a magyar történelem fontos szereplője volt. Mi a történelem a kínzsi? A történelem a múltnak a fontos részei, amire nem emlékezne senki, ha nem kellene belőle dolgozatot. Nagymama se emlékszik rá. Anyád lehet. Ő mindent megjegyez. A pucika, figyelj! És mikortól számítjuk az időt? Az időszámítás kezdetét. És az előtt nem volt idő? Volt, csak nem figyelte senki, mert akkor még volt bőven, nem volt válság, anyádat sem ismerte. Elapod, mert visszatérek rá. És a póni régebben van itt, mint az idő? Egyszerre lett. Mert tudod, az idő pénz, a póni meg pénzbe kerül, így amint lett idejük, vettek egy póni. Apu, te milyen okos! Akkor vegyél pónit. Na mondjuk annyi időm nincs. De a Kinizsi Várnak volt, mert rajta ül. Mert akkor még mindenkinek volt ideje. És a póni volt az idő. Volt ilyen kakunkos póni, ki jött a listáról. Ami a falra volt szerelve, és azt mondta, miha a férkész. Kikövetkeztek. És mit csinált a Kinizsi Vár? Ő Molnár volt. Nem Kinizsi. Az volt a foglalkozása. Egyszer odajött a király, és ő vitt neki bort a malomkövön. És a póni nem félt, hogy ráesik. Akkor még nem volt pónia. Az időszámításunk előbb történt. Kérdezd meg anyádat, ő mindenre emlékszik. Azt is tudja, hova gurult el a labda. És a király örült? Nem, ő igazságos volt egész nap. Nem ért rá, csak úgy örülni. És mondasz egy példát arra, mennyire volt igazságos? Hát például egyszer áruhában a Gyedi bíróval elmentek a kutya kiállításra, de mivel egyszer volt csak, hoztak is, meg nem is, és utána gömörbe megettek egy kanalat. Ilyen dolog igazságosnak lenne. Sőt, még néha durvább is. Na és a Kinizsi, ő volt a fekete sereg vezére. Azok nem is látszottak. Nappal támadtak. Mindig, mint a denevér éjjel, mert sötétben nem volt láthatja. Meg egyszer a Kinizsi megivott 80 liter vizet. Tényleg! Nem, ezt csak most kitaláltam. Kár. Pedig nagyon tetszett. Na akkor most figyeljél, egyszer a Kinizsi akkora böhöm ember volt, hogy a csatába a hátán vitte a pónit, nehogy leérjen a hasa. Mert ilyen vietnámi póni volt, és csikiszta a kocakját a fű, ezért nevetett.
mire figyelj, az meg ugye hogy veszi ki magát, hogy jön a fekete sereg, ami szinte alig látszik, és akkor még ott röhög egy póni. Biztos azon röhögött, hogy nem kaptak kutyát egyszer. Látom, szépen figyel. És mit adott a póninak enni, hogy olyan hasa lett? Katonát. Kenyérmezei csatában tört egy darabot a répből, rászúrt egy törököt, azt a szájában pörgött vele, mint a láncinta, vagy a krícsirka. Krícsirka! Egy mondatot kellett volna várni, és vége van. Grincsirke. Vagy a grincsirke. Micsoda? Azt tett a póni. Na, ez a történelem. Jaj, de jó!